a Diákok műsora nyitotta meg azt az átadót, amire már régóta vártak a nagydorogiak. Közel 600 millió forintból valósult meg a Széchenyi Sándor általános iskola fejlesztése, felújítása és bővítése. Gerzsei Péter, a szekszárdi tankerületi központ igazgatója elmondta, 2017-ben nyújtották be a pályázatot a fejlesztésre, amin 430 millió forintos visszanemtérítendő támogatást nyertek el. Nagyon gyorsan kiderült, hogy ez a 430 millió forint kevés lesz a projekt megvalósítására, ezért a kormány további 160 millió forintnyi többlet támogatást biztosított a projekthez, így alakult ki ez a közel 600 millió forintos költségvetés. A felújítás nem egyedi. Magyarország kormánya soha nem látott iskolafejlesztési programot indította 2017-ben. Az összesen 61 milliárd forintos projektet eddig közel 25 milliárd forinttal egészítette ki a kormányzat. Ennek a része volt a Nagydorogi Általános Iskolában megvalósult beruházás is. Hogyha az összes tankerületi iskolát összevetjük, akkor nagyságrendileg kb. 1000 intézményünk újult vagy újul meg az országban, ugye az elmúlt 5 évben, tehát a 2017 óta, hogy azért erre meg büszkék vagyunk, és nagyon örülünk. Péter Fi Balázs azt is hozzátette, nyilván a szakmai munka a legfontosabb, de az sem mindegy, milyen környezetben tanulnak a gyerekek. Süli János, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett az eseményen, aki elmondta, számos fejlesztést hajtottak már végre a térségben a kormányzat segítségével. Ugye az a cél, hogy a fiatalok itt tudjanak maradni a településeken, ahhoz jó iskola kell, mert a gyerekeket itt tudják iskolába járatni, jó körülmények között, és erre alkalmas ez a iskola együtt, és ugye most már megújult a sportcsarnok is. Szilágyi Péter, az intézmény igazgatója, úgy nyilatkozott, egy új élet vár a tanárokra és a diákokra egyaránt a megújult iskola falain belül. Sok minden elkészült, sok mindenre nagyon büszkék vagyunk, és nagyon szépen köszönjük, hogy ennyire komolyan megújulhatott ez az intézmény. Hosszú évtizedek óta nem volt példa ekkora méretű fejlesztésekre, és kell egy kis idő majd, míg belakjuk a sok új teret, új környezetet, és a gyerekek is megszokják, meg a kollégáim is az újdonságokat, és kialakítunk egy új életvitelt ebben a nagyszerű iskolában, amit így biztosítottak számunkra. Az iskola felújított részeit március 25-én vette birtokba az itt tanuló 247 diák.